Köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látják. Állandó házigazdánk a dr. Puskás Tivadart, Szombathely megyejogú város polgármesterét köszöntöm. Üdvözlöm a nézőket. Kezdjük egy kiállítás megnyitóval, polgármester úr. Megújult a Schmidt Múzeum, kívülről, belülről egyaránt. Kívülről, belülről, gyönyörű a múzeum kívülről, és belülről pedig egy új kiállítás nyílt. Ez az első világháborús rendezvényekhez csatlakozott, és a sebesült ellátással kapcsolatos kérdésekről szól a kiállítás. Amúgy mentőszolgálat is van benne, úgyhogy sok minden van benne. Hétvégéhez kapcsolódó hír nem csak az, hogy másodszor is legyőztük Norvégiát, hanem egy szombathelyi százados sikerének is tapsolhattunk. Sőt, 101-es, ugyanis Király Gábor ugye beállította Bozsik Józsefnek a 101-szeres válogatott csúcsát, úgyhogy ha, és reméljük, hogy így lesz, folytatódik a sorozat, akkor Király Gábor lesz a legtöbbször magyar válogatottban futballozó játékos. Hát most egy darabig, aztán meglátjuk majd, hogy alakul az élet. Kezdődjék a hét, de miként indult neki a hétnek, polgármester úr, hiszen egy nagyon fontos esemény jött a hét közepe tájára. A hét szokás szerint ugye szombathelyi ügyekkel kezdődött, meg megbeszéltük a szombathelyi ügyeken belül, meg kívül azt, hogy a héten miket csinálunk, de nyilvánvalóan ezek közül kiemelkedett miniszterelnök úr látogatása, és hát erre készültünk is, illetve hát az utolsó simításukat tettük meg a felkészülésben. A Modern Városok program keretében érkezett miniszterelnök úr, mit kell kiemelnünk a programból? Polgármester úr, mindent nem lehet nyilvánvaló, de mit tart a legfontosabbaknak? Nagyon fontos volt, hogy ugye miniszterelnök úr, mint a stratégia meghatározója, és Lázár János, mint a stratégiában meghatározott célokért szükséges anyagiak meg egyebeknek a biztosítója, tehát végrehajtója vett részt a megbeszélésen Nagy János államtitkár úrral együtt. Miről érdemes beszélni, sok mindenről megállapodtunk. Ugye Szombathely nagyon fontos, hogy biztonságos legyen, ezután is biztonságos legyen. Dozmati víztározó ügye úgy néz ki, hogy rendezett, a kormány elkészíti, megcsinálja. Gazdaságfejlesztés. Arról beszéltünk, hogy nagyon fontos, úgyhogy az iparterületeken lévő fejlesztések is szóba kerültek. Szóba került az, hogy az útfejlesztés azért fontos, hogy legyen megfelelő közlekedés ahhoz, hogy a gazdaság működni tudjon. Szó volt arról, hogy a 87-es utat Kőszeg fele kétszer-kétsávossá teszik. Szó volt arról, hogy még ebben az Európai Uniós ciklusban a 86-os délfele történő bővítése is megtörténik kétszer-kétsávosra. Szó volt arról, hogy az elkerülő út az természetesen kétszer-kétsávosra terveződik és úgy készül el. De ezen kívül a gazdaságfejlesztés részeként az is szóba került, hogy bizony számunkra lakásokat kell biztosítani, és hogyan, és miként tudjuk ezeket a lakásokat biztosítani. Erről is szó volt, és hát ebben is segítséget kapunk. Na, aztán természetesen a Szent Márton tervről, itt konkrét pénzösszegekről is beszéltünk, arról az egyházi 2,5 milliárd forint mellé rakandó 2,5 milliárd forintról szó volt, ami 2016-os épületek, konstrukciókhoz, városrehabilitációhoz szükséges. Szó volt arról a 800 millióról, ami a Szent Márton programoknak a megvalósításához kell, valamint szó volt a Szent Márton terv második üteméről is, ami egy 5 milliárdos összeget jelent. Tehát ennek a kidolgozása ebben való továbblépés is szóba került, és természetesen azt az ígéretet kaptunk, hogy ezt is biztosítja a kormány. Itt került elő
az aditéri buszmegálló elköltöztetésének kérdése oda az állomás környékére, az Éhen Gyula tér környékére. Ennek a költsége 4,6 milliárdnak látszik, és ennek a biztosítására is ígéretet kaptunk. Hát aztán még néhány dolog, Gotthárd kastély, zarándokszállás, segítésvárosa program, sportlétesítményeknek az építése, működtetése, ez az Illés Akadémia, Királyi Sportcentrum, hát meg az úszoda fejlesztésnek a harmadik üteme, a harmadik üteméhez szükséges 2,6 milliárd szóba került, és hát igenlő választ kaptunk rá. Úgyhogy szerintem van miből válogatni, úgyhogy már el is kezdtük a munkát. Minden ígéretet csak úgy tudunk végrehajtani, hogyha elkezdünk rögtön dolgozni. A szerdai napról három programot kérem, hogy említsünk meg. Először is a könyvtárban került sorra a romológiai konferencia. Erről mit kell tudnunk? Ez egy pályázat hatodik rendezvénye volt. Ez a cigányokkal foglalkozó pályázat, cigány kultúrával foglalkozó pályázat. Az első olyan kongresszus volt, ez egy kongresszus volt a mostani utolsó rendezvénye ennek a pályázatnak, amely a romológiáról szólt, tehát a definícióval bajba voltam, nem csak én, hanem bajba voltak ott a meghatározó emberek is. Lényegében arról szól, hogy a cigány identitással, a cigány kultúrával, a cigánysággal kapcsolatos kérdések tárgyalása tartozik a romológiába, és hát erről volt öt előadás, és hát ezt hallgattuk ott meg. Második program, amely már polgármesterről érintett, Szombathely biztonságos város most is, és biztonságos legyen is, de ezen kívül még egy másik jól sikerült és működő projekthez is köthető Garamvölgyi László előadása a Városházán. Elindítottuk tavaly az Aktív Időskor programot, és ebben az Aktív Időskor programban a héten, nem is ez az egy, hanem még egy program is volt, majd beszélek róla a későbbiekben. Itt valóban a biztonságról, az időseknek a biztonságáról volt szó, és Garamvölgyi László tartott erről egy előadást. Ugye a korosztályunknak, a korosabb embereknek Garamvölgyi László, ez egy ikonja volt ezeknek a rendőrségi műsoroknak, úgyhogy mindenki nagy örömmel üdvözölte. Meg is állapítottuk mindannyian, hogy nem is változtunk a régi időkhöz képest, ugyanolyan fiatalok maradtunk, legalábbis lélekben. A Pannon-gyárműipari központ szervezésében polgármesterek találkoztak Szent Gotthárdon. Mi volt a legfontosabb téma, amelyet egyeztettek? A témája ennek a találkozónak az úthálózat fejlesztésének prioritás sorrendje volt. Voltak erről korábban is találkozók, most mind a négyen, tehát a járműipari centrum négy városa, a négy város Nagykanizsa, Zalaeger, Szekszentgotthárd és Szombathely megállapodott abban, hogy a prioritása ezen utak építésének az lesz, ami minél gyorsabban meg tudunk csinálni. Vannak olyanok, amelyeknek vannak tervei, ezeket hozzuk minél előbbre, a 86-os út, a 8-as út Vasvárig, a határtól a Vasvárig történő szakaszának megújítása, akkor arról volt szó, hogy ugye a Szombathelytől délfele a 86-os útnak az elkészítése, arról volt szó, hogy Vasvártól Zalaegerszegig kétszer kétsávos utat kell készíteni, meg arról volt szó, hogy a határi kőszeg fele, Szombathely kőszeg fele a miniszterelnök úrral történt megállapodásnak is megfelelően annak a megépítése, és utána majd
érdemes megcsinálni az M9-est. Hát az egész nyugat-pannon járműipari és mechatronikai központ, ez azért jött létre, hogy egy fejlett ipari központja legyen az országnak. Tehát én úgy gondolom, reális elképzelés az, hogy 2020 után majd érdemes az M9-est megcsinálni. Csütörtök egy zárókonferenciára került sor a Városházán az esélyegyenlőség jegyében. Számos rendezvény volt, ha jól tudom, akkor összeszámoltam, ez volt a 28. rendezvény a sorban, és hogyha megnézzük a résztvevők számát, ami olyan 1500 volt a 28 rendezvényen, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős rendezvénysorozat volt, és azt mutatta, hogy Szombathelyen, illetve itt Vas megyében, mert ez amúgy járási pályázat volt, és a járásban lévő települések is részt vettek, mindenhol a segítésnek, mindenhol a másikon történő segítésnek az eszméje nagyon fontos dolog, és a közösség erejét ugye az mutatja meg, hogy a rászorulóknak hogy tud segíteni, és itt ezen a vidéken olyan emberek élnek, akik ezt gyakorolják. Hát ezek a programok, ezeket mutatták be, és ezeket segítettük elé. Polgármester úr említette már a Modern Városok program keretében miniszterelnök úrral való találkozása során a gazdaságfejlesztést. Valahol ezt szolgálja az a kiadvány is, a Top 100 kiadvány, amely a legsikeresebb gazdasági társaságokat fogja össze. Jó néhány éve megjelentetik már a Top 100 című kiadványt. Ebben a Vas megyei vállalkozók, én azt hiszem, hogy adóbefizetés alapján lévő sorrendbe állítása történik meg. Tehát azok a vállalkozások kerülnek be ebbe a kiadványba, egyébként a Vas népe az iparkamara gondozásában jelenik meg. Tehát azok a vállalkozások kerülnek be, nyilván akik a legtöbb adót fizetik, ezek közül az első 100. Tehát én a megnyitón ott elmondtam, hogy egy közösségnek, egy településnek az nagyon fontos, hogy milyen a gazdasága. Mert anélkül, hogy ne lenne fejlett a gazdaság, anélkül ugye a város, illetve a település rendelkezésére kevesebb forrás áll. Abban az esetben, ha kedvező és jó a gazdaság, abban az esetben a fejlődés lehetősége is adott. Elmondtam itt is, de elmondtam korábban miniszterelnök úrral történt sajtótájékoztatón is, hogy Szombathely nagyon, nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen 2010 óta mintegy 50%-kal nőtt az iparűzési adóbevétel. Nem azért, mert megnöveltük az adót, hanem azért, mert a különböző vállalkozásoknak, különböző üzemeknek a teljesítménye növekedett ennyivel. Ez praktikusan azt jelenti, hogy 50%-kal nőtt a GDP itt a térségben. Említette polgármester úr már az aktív idős korúak programját. Ennek keretében a Nemzet színészét köszönthettük Szombathelyen az Agora Filmszínházban. Nagyon érdekes, szép, szívet melengető program volt csütörtökön este, ez pedig szintén az aktív időskor program keretében, na mennyi összejött ebben a dologban, tehát a program keretében először a Körhinta című filmet néztük meg, Töröcsik Mari akkor 20 éves volt, amikor ezt játszotta, és utána pedig egy beszélgetést hallgathattunk meg Töröcsik Marival, akit 80. születésnapján üdvözöltünk és köszöntöttünk, és minden jót kívántunk neki. Az büszkék lehetünk amúgy, mert hát 73 óta velemi lakos Töröcsik Mari, úgyhogy az életének egy jelentős része itt zajlik. Tehát a Vas megye nagyon gazdag. Gazdagok vagyunk egy Töröcsik Marival. Pénteki napon készül ez a beszélgetés.
10 óra magasságában, és már túl vagyunk egy közgyűlésen, több szempontból is rendkívüli közgyűlésen. Rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte az ellenzék, immáron sokadik ízben, csak hát mégis furcsa azért az, hogy aki kezdeményezi, az is egy emberrel képviseltette magát a rendezvényen. A hétvégének egy fontos, visszatérő, nagy sikerű eseménye egy utánpótlás kézilabda torna az Óladi Sportcsarnokban. 8. alkalommal kerül megrendezésre ez a kézilabda torna. Mindig nagy örömmel támogatja az önkormányzat, hiszen a fiatalokról van szó, hiszen sportról van szó. Most ebben az esztendőben is támogatjuk valóban az Óladi iskolában, sportcsarnokban sportlétesítményben kerül megrendezésre. Mindenkit várunk persze, hogy drukkoljon a gyerekeknek. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a nézőknek a figyelmet. Kedves nézők, önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!